mindjárt ezt cső. Kidobom a szemet. Aztán jelölők, kések. Jaj, még ez a macagos nem biztos, hogy látszik. Ha mindjárt arrébb viszem ezt az egészet, és akkor majd jobban fog látszódni. Na, szóval kiderült pár dolog, meg pár dolog nem. Most például azt nem tudom, hogy hol. Már lehet, hogy be van dugva. Ja, itt van még. Egy. Most elvileg jobban látszik, gondolom. Ez a hang volt, annak volt ilyen idétlen, kevésbé igényes recsegése. Na. Ez nagyjából jó. Szóval, félszor szkárról tettem, nem? Azt írtam rá, hogy ki az adományozó. Ez majd később fontos lesz. Na, szóval, hanyadik rész? Hát mit tudom én? Nem tudom. Az a sztori, hogy a műhelyben voltam itt, tettem, vettem, rakosgattam, és itt fönt van egy ilyen klubház, és a klubházban éppen batikoltak, meg ilyen montázsokat csináltak ilyen képekből, és az egyik nagyon kedves öreg hölgy, az Ildikónak hívják, és azt mondta, hogy jaj, drága fiatalember, hát van neki egy üres doboza, hogy azt ő felajánlaná, és akkor a rászorulóknak majd osszam ki. Hát, így hátra néztem. A gépházakból nagyon rosszul állok, úgyhogy miért ne? Ezek nagyon rossz házak. Úgyhogy azt mondtam, hogy fú, nagyon jó, örülnék neki, de ez tegnap volt. De sajnos nem sikerült, mert utána elhívtak valahova, hogy ott van valami nagy gond, és akkor itt a műhelyt itt kellett hagyjam, el kellett szaladjak, és ezért Ildikó már nem tudott lejönni, pedig ő megpróbált. Úgyhogy a mai napon, ugye ez a következő nap, de mai napon fölhívtam, hogy tiszta koszogó, jó? Mindegy. Áj, ki kell takarítani. Na szóval, a mai napon fölhívtam, hogy esetleg ráér-e, kedves Ildikó, mert hogyha ráér, akkor én fölmennék azért az üres dobozért, mert az miért ne, az nekem nagyon jó lenne. Úgyhogy fölmentem és hoztam, ott ki volt készítve a kukákra egy billentyűzet, még azt is elhoztam. Sajnos kiderült, hogy nem jó, azért van kidobva. De Ildikónak a számítógép üres háza az jelenleg így működik. Tehát amit nekem cserélni kellett benne, ilyen pici piszlicsári alkatrészek, ilyen semmi az egész. És most éppen azt csinálom, hogy kivágom a kukába az egeret, de nem vágom ki, nem. Tű. Na, a golyós egér. A golyónak elvileg mindig tisztának kéne lenni, és az ilyen felajánlott egereknél, meg az ilyen leselejtezett egerek, néha hagyd annyi. Itt van egy. Nagyon-nagyon ritka a jól karban tartott, illetve tisztán tartott golyósegér. Ne felejtsük el, hogy a golyósegér, ha tisztán van tartva, az egy pontos mutatóeszköz. Azonban ez a hátránya, hogy meg kell takarítani a golyót, és a golyók mellett lévő érzékelő görgőket is, igen, tisztán kéne tartani. Tehát a rátekeredett, megszáradt, mákos tészta nem ez a kategória. Most nem biztos, hogy látjátok, vagy inkább fordítva, biztos, hogy nem látjátok. Megpróbálom megmutatni. Szóval van egy mélyedés, ahol a golyó foglal helyet, és a golyó helyének szélén vannak ilyen érzékelő görgők, és ezeknek az a feladata, hogy a függőleges, illetve a viszintes mozgást leképezik. Akit érdekel, az úgyis utána néz a neten, hogy hogy működik egy golyósegér? És miért a golyósegér volt az első egér, hogy ez olyan egyszerű, hogy ezt föltalált egy ember?
és hogy azt miért így találta föl, nem mindegy, bele menjünk bele. Szóval a görgő szélén lévő érzékelőket kicsit megpucolom, mert ez most jött ki az egérből, igen, jól látjátok. Hiába van bepipálva, hogy jó a készülék, ezt le kell takarítani. Ez nem a készülék baja, hogy ennyire el van hanyagolva. Ugye? Na, hát most egy picit jobb lesz. Kicsit megpucoltam a golyót is, meg a többit is. Na. Jé, működik, tiszta jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy hány, mekkora sebességgel fog menni a lőgözős játék. Ez a hangja, igen. Na, sajnos nagyon jó halljátok, igen. Kicsit hangos, jó, úgyhogy lehalkítjuk. Úgy értem, még lehalkítjuk. Jó. Nem az a fontos, hogy milyen hangja van, mert azt tudjuk, hogy van, az olyan, amilyen, hanem hogy mennyivel megy. A mérőszámot majd ott fölül fogjuk látni. Igen, ez tűzszögés. Aztán majd kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a eredmény, a nem jó pálya. Jó? Na. Kicsit sötétebb a kép, ez azért van, mert Nvidia van benne jelenleg, itt nem nagyon lehet fényt állítani. Ezt engedjük el, jó? De a kép az jó, csak sötét. A monitoron elvileg lehet fényerőt szabályozni. Úgyhogy... Na! Az a baj, hogy nem látom. Tehát, hogy... Ez az. Nem jelzi ki a számítógép, hogy ő mennyivel megy. Ezt neki külön mondani kell. Igen. Na. Itt látjuk fölül az eredményt. 20. Hát valami sok. Ne felejtsük el, hogy a teszt teljes grafikát és elég nagy leterhelést jelent. És hogy 20-szal megy, egy ilyen nagyon régi készüléken, innen nézve nem olyan rossz. Ne felejtsük el, hogy maximumra van állítva a grafika rajta, úgyhogy a határeset. Mindegy, én elfogadom, mert akkor nem kell újra telepíteni. Úgyhogy nagyon jó, szóval 20-szal megy a készülék, és nincs benne hiba. Annak ellenére, hogy ezt úgy hoztam haza, hogy egy üres doboz. Én meg azért hoztam haza. Már itt lakok, vagy mi van? Szóval azért hoztam a műhelybe, mert jó minőségű számítógép házam nincs. Könnyen szerelhető. Ez meg egyszerűen csak működik. Azért innen nézve már nem olyan rossz ez. Aztán van itt ilyen másik is. Ez nem biztos, hogy tudni fogja az OpenGL-t, azért kipróbáljuk. Na. Teljes képernyőre váltottam, és neki ez a teljes képernyő. Na, az nem olyan rossz. Na, ez azért kicsit nehezebb volt a részéről. Jaj. Tele van hibába. Tehát amit látunk összesen a fegyver, meg egy sárga színű pisi. Nem tudom. De lehet, hogy úszik a csáv, nem tudjuk. Na, ezt hívják alapvető hibának, tehát itt nem lehet vele játszani. Ráadásul most ki is fagyott, vagy megállt, vagy nem tudom.
Na, úgyhogy az igazán leterhelő dolgok nem nagyon mennek neki, de alapvetően jól megy. Csak hát vannak korlátai, úgyhogy majd ezek figyelembe vételével kell majd kezelni ezt az ügyet. Úgyhogy ez kell mi ennyi. Na, az egésznek az a lényege, hogy nagyon jó kis gép lesz ez, majd picit lejjebb vesszük a grafikát, ez majd utána jó lesz. Ennyire leterhelő vackokat nem kéne futtatni egy AM1-en. Úgy hívják az alaplapot, hogy NF7, ja, ezt nem is mondtam, hogy ez egy Abit. Egy Abit, ami eléggé jó hírű volt annak idején. Úgy hívják, hogy NF7, és abból is a S2 típus. Ez le van matricázva, nagyon jól látjátok, mert ez nem NF7 S2 volt, hanem az lett. És azért lett S2, hogy az elkészülte után érkezett processzorokat is. Ez teljesen kifagyott, mindegy. Az alaplapot legyártották ekkor meg. Fű, ekkora síp van. Na mindegy, van benne kislemez meghajtó, jó hallottátok. Szóval elkészült az alaplap ekkor meg ekkor, és utána jöttek ki processzorok, miután elkészült az alaplap, és erre az alaplap utólag fel van készítve, és azért van fölmatricázva, hogy az már nem sima NF7, hanem NF7 S2. Úgyhogy... Úgyhogy de jó. Egy rászoruló család már is el tudja vinni. Van benne kislemez meghajtó, mert az olyan marra fontos. Van benne DVD olvasó, meg vinyó van benne, meg olyan videokártya van benne, hogy televízióra ki lehet küldeni a jelet. Ezt majd mindjárt megnézem egy kicsit jobban. Itt vannak ilyen tévék alatta, ugye? Hogy emlékszünk, hogy itt vannak ilyen tévék. Ezekkel a tévékkel meg az a baj, hogy ezeken semmiféle bemenet nincsen, nem hogy SCART, az a nagyon soklábú, hanem a sárga kör, kompozit, komponens, semmit nem tudnak. Tehát van egy ilyen bemenetük, hogy antenna, meg a 220-as áram, és ennyi. Úgyhogy ezek a tévék azok, amik itt vannak lenn. Úgyhogy ennek az eszköznek hiába van ilyen, hogy videó kimenet, itt most nincs olyan tévém, amin ezt ki tudom próbálni. Ez akkor hatalmas poén, már írom a jelszót. Ez akkor hatalmas poén, amikor pont olyan tévét van, amin van pont olyan bemenet, és a számítógépen pont van olyan kimenet, és te pont összekötöd, és... De hiszen átment a jel. ez ilyen érdekes dolog. Na, úgyhogy marha jól működik a kis komputer, annak ellenére, hogy nagyon régi, nagyon lassú. A Doom 2 már nem megy el rajta, OpenGL-be, ne felejtsük el OpenGL-be, de a Quake 3 elmegy. Ami jelentősen kisebb elvárásokat támaszt, és azt beszéltük meg a francot. Szóval azt az utasítást kaptam a nagymestertől, hogy ami elviszi a Quake 3-at ilyen 10-20-30 FPS-sel, az már jó. Én azt az egy dolgot tettem hozzá, hogy akkor maximumon. És ez az a gép, ami maximumon elviszi 20 FPS-sel, úgyhogy nagyon jó. A nagymester természetesen sokkal pontosabban fogalmaz, én ezt egy kicsit szellősebben veszem. Ő úgy fogalmaz, hogy összehúzott képernyővel minimumon, meg egy faékkel, meg egy kalapáccsal lehessen, tehát hogy a legegyszerűbb, legapróbb dolgok, csak az már olyan szinten lassú, hogy már nekem zavaró. Úgyhogy ez így marad. Úgyhogy van még egy gép, amit el lehet vinni. Kicsit kisebbre veszem a Doom 2-n a grafikát, és akkor egyből működni fog. Gondolom. Itt van egy csúnyaság a kamera mellett. Hát ez ott fog lakni, azt én már onnan ki nem bírom venni, az biztos. Egy kicsit ilyen fair, de nem baj, engedjük el. Egy.
Na, hol van? Ja, hát az elengedhetetlen kislemez, az így itt van, igen. Én nem hiszem, hogy ez ilyen marra fontos lenne a kislemez így 2020-ba, de az is jó megoldás, hogy az úgy van, áramot nem fogyaszt, ez csak úgy van. Valahol találnak a szőnyeg alatt, vagy nagymamának a titkos cuccai között találnak egy kislemezt, akkor mi lehet az, akkor meg tudják nézni. Tehát nagyjából ennyit tud a csávó. Szerencsére alaphelyzetben indul a játék, úgyhogy ennyi előnyünk még van. Nagyon minimális felbontással, de hogy őszinte legyek, ez nekünk. Pont, hogy jól jön. A legkisebb felbontás, ami létezik, viszont működik, nem? Tehát nincsen OpenGL-es gyorsítás, meg 3D-s ilyen papírhatású ilyen dolgok nincsenek, de működik, nem? Na, úgyhogy, ja, a Doom 2 olyat is tud, hogy van egy kutyád. Nem kutya, mert ugye az nem olyan, egy fehér kukac van veled, ugye piros kukacokat kell lőni, és akkor veled van a fehér kukac, ezt majd hagyok időt, hogy megértsétek. De valahol lehetett, azt hiszem itt van, azoknak a segítő kutyáknak a száma, amik velem vannak. Hát egy. És már is van egy kutyám, ami jön velem, és elvileg segít. Az csúnya az a kiírás itt alul, hogy nekem lehessen segíteni a kutyát, az egész játékot újra kell indítani. Na, szörnyű. Így is van rengeteg olyan beállítás a játékban, hogy az alacsony felbontás ellenére picit jobb, életűbb legyen a játék. Hogy ne legyen annyira szaggatott a széle, meg kicsit lehet okosan. Azt nem tudom, hogy hol van a... Itt van. Ez egy sarkalatos pontja a játéknak, nem biztos, hogy látjátok. A játék sebessége az eredetihez képest. Ugye 100, azzal indul az egész, az 100%-ot jelent. És ha beírom mondjuk az, hogy 80, akkor 20%-kal lassabb, és nem lesz olyan idegesítően pörgős, gyors, hanem picit lesz időd átgondolni ezt a dolgot. Mindegy, kilépünk, mert hát az de jó. Újraindítjuk, és elvileg akkor már lesz segítő kutya, vagy mit tudom én. Na, segítő kutya! De az, hogy segítő kutyánk legyen, nehézség. Hát azért nem a legnehezebbbe kezdünk. Ott van itt! Ha-ha! Segítő kutya! Ez egy ilyen fehér kukac. ilyen S-alokú fehér kukac. Viszont tényleg azért van, hogy segítsen, nem ilyen dekorációs kutya, hanem itt van egy... Itt nincs, mindegy. Itt vannak ilyen ellenfelek, akit ellenségnek hívnak, és megy a kutya, és megharapja. Na, tessék, és nem kelletlen. Én nem lőttem le senkit, a kutya intézte el, én nem is mondtam, hogy csináljon semmit. Na, úgyhogy rengeteg segítő kutyát be lehet tenni, de szerintem egy is bőven elég. Marha lassan dolgozik, meg csak az ilyen pici ellenségeken mondjuk így hatékony. Na. Egy lőszert nem lőttem el eddig. Nagyon takarékos kutya, szeretjük. Valaki majd el is nevezi, nyilván, mert hát jó, ezekhez úgy kötődni kell, akkor nevezd el. Van rajta irodai csomag, van rajta ilyen csomag, olyan csomag. Az úgynevezett telepítési csomag van rajta, úgyhogy elvileg egy három szatyor játék, meg kiegészítő ilyen hülyeségek. Tehát aztán tele van mindennel. Na, a lényeg az, hogy akkor ez is kész van, és most már van kettő számítógép, amit ki tudok osztani, csak marra nehéz, hogy kinek. Na, meg ráadásul alkatrész utánpótlásom se nagyon van. Meg letelt ez a pihenő időszakom, ami most ez a hét, és jövő héttől már reggel 7-től 5-ig dolgozom megint szokás szerint, úgyhogy
Számítógépre már olyan nagyon nem lesz idő, mert regényt is írok, meg mindenféle egyéb is van. Na, ja, a Mindtest. Ó, mert nekünk van Mindtestünk is. Ho-ho-ho. Ne felejtsük el, hogy a Mindtest a... Ajaj. Na, ez a régi Mindtest. És a régi Mindtesttel nem lehet multiplayerbe játszani, csak az újjal. Ez ilyen otthon üdögélős Mindtest. De ahhoz, hogy ez szépen működjön, ahhoz kicsit bele kell írni a konfigba, hogy teljes képernyő legyen, kicsi felbontás legyen, ilyesmik. Meg kicsit bele kell piszkálni. De mondjuk úgy, nem ez az első alkalom, úgyhogy sejtem már, mit kell beírni. Persze csalnom kell, hogy szépen menjen minden. Ezt remélem nem láttátok. Ahogy kinagyítom az ablakot is, már sok. Ahogy húzom. A videókártyának ez már nem tesz jót. Tehát úgy kb. Semmit. Minden grafikát, amennyire lehet... Na jó, ez kicsit túl van egyszerűsítve. Nem baj. Nos, várunk. Ez rövidesen betölt. És elvileg... Na végre! Tehát elvileg... Az a baj, hogy olyan lassú, hogy... az élvezhetőség erősebb csorbákat szenved. Ajaj. Ez ilyen 2 másodperc körül volt, mire amit kibányáztam, bekerült a zsebembe. Ezek a rossz jelek, igen. Na, de hát, na, ez ilyen. Na, érdekes módon kibővült a konfigunk. A konfig azért kell kibővítve, mert az a baj, hogy ami miatt kibővítettem ezt az egész dolgot, az nincs benne, és ez így meg nem jó. Na, próbáljuk meg fejből. Remélem. Amire emlékszem fejből, most beírta, ezt vagy jó, vagy nem. De már mindjárt kiterül, nem? Jónak tűnik valamiért. Nem tudom miért, most valahogy jó. Négy FPS nyertünk, körülbelül ezzel a trükkel, hogy teljes képernyőn futtatjuk, egy kicsivel kisebb felbontáson. Van egy limit, ami alá már nem megy, ha jól emlékszem. 400x300. Ilyen felbontás nem is létezik. Mindegy. Kipróbáljuk. Azt hát, ha megy, nem? Nem. Ez ugyanúgy 640x480, az úgy rohadt meg, ahogy van. A régi Mindtestben itt nem lehet megváltoztatni alapvető beállításokat. Az újba lehet csak, és ez a régi. Tehát te neked a konfigba kell turkálni, hogy beállítsd úgy, ahogy ez a gép bírja. Most azt értük el, hogy 20 körül megy. Nem mindig megy 20-szal.
ha kibővítjük a látótávot, akkor bőven leesik 10 köré, ami nagyon-nagyon lassú és idegesítő, és így is vannak részek, amit nem rajzol be, szóval vannak bajok bőven. Mindegy, az a lényeg az egésznek, hogy beszorult a space, mindegy, hogy működik. Most éppen 30 FPS, de elfordulok egy másik irányba, akkor 5. Szóval elég gatya. Mindegy, ezen a gépen már így is örülök, hogy működik. Így marad. Nagyon jó az. Mindjárt visszaáll. Igen, köszönjük. Viszlát. Ennyi. Na, úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek ezt a mostani verziót, mostani videót. Aztán majd lesz valahogy, nem? Ja, a leltár. Nem tudok leltározni, mert nincs mit. Ezt közben kikapcsolom. Mert be kell tennem ide alulra. Úgy van, hogy ez a gép, elvileg emlékeztek rá, megy le ide alulra a többihez. Többihez, hát ott az egyhez. Na, úgyhogy kikapcsolt, úgyhogy lassan át tudom pakolni. A leltár az abba merül ki, hogy semmim sincs már. A semmim sincs már, az azt jelenti, hogy van három házam, amiből nagyon szívesen talán csak egyet használnék, a fehéret, és aznak is csúnya bajok vannak. Nincsen alaplapom, csak ez a nagyon-nagyon régi Pentium 1-es. Ez egy VH6-2. Elvileg emlékeztek rá, gondolom, nyilván. Videokártyából van egy csomó ugyan, de nagyon sok a hibás, ami marhára nem akar működni. Ezekkel nem tudom merre menjek, mert kéne egy normális teszt eszköz, mindegy. Aztán most ebből a gépből kivettünk még egy modemet, ami betárcsázós modem, sok értelme nincsen, de tesszük a többihez. Na, úgyhogy nem vagyok túlzottan leresztve alkatrészekkel, minden jól jönne. Az, amiből sok van jelenleg, az a DVD olvasó. Van benne egy pár DVD író is, de vinyom már egy darab sincs, mert ez abszolút nem akar olvasni, ennek valami baja van. Kislemez meghajtók vannak, de azt majd szépen lassan beszórom. Van annyi hangkártyám, mint a rohadás, mert ezekre csak Windows 10 alatt nincs driver, itt a Linuxon meg van. Hűtőből is van egy jó pár, prociból elég sok van. Prociból elég sok van, van 775-ös, van 478-as. DDR1-ből memóriából is alig van, már csak 256-osok vannak. Az utolsó memóriákat tettem bele ebbe a Ildikó gépbe, úgyhogy egyelőre jó, csak már kifogytam. Úgyhogy ami alkatrészetek van, az így tök jó lenne, ha hoznátok, vagy odaadnátok, vagy mit tudom én ilyesmi. Nem marad úgy az eleje. Tudom, nem nagy gond, de hát örültem. Na, még mindig van benne dzsúva, pedig majd kiszedtem egy csomó. Na, szóval, drága Ildikó, köszönjük szépen a rászorulók nevében, hogy felajánlotta ezt a régi DDR1-es Pentium 1-2 közötti AMD-s gépet, amin csak egy pár apróságot kellett kicserélni, és már is tök jól működik. És azok, ez miért van itt? Kell egy másik csavar, az nem jó. Úgyhogy nagyon jó lesz ez, csak jusson el egy valódi rászoruló családhoz, menjen minden úgy, mint a karikacsapás. Nem szokott úgy tenni, hogy egyáltalán nem. Úgyhogy az a helyzet, hogy Ildikógép kész van, ide tudom tenni. De továbbra sincs a billentyű, meg ilyen dolgok nekem nincsenek. Ami még itt van, az
Ajaj. Az a bajom, hogy kifogytam a billentyűből is, kifogytam az egérből is, és már csak olyanok vannak, amik nem jók. Tehát, hogy ezt most én nem tudom, hogy jó vagy nem jó. Fogalmam sincs. Mindegy, ide rakom, ez ide van készítve. Van golyós egér, azt is szépen oda készítem, meg van táphosszabbító, mert Ildikó olyan gépet hozott, amit lehet hosszabbítani. Így néz ki egy hosszabbító. Elvileg ezt tudjátok ti is, de teljesen biztos ezzel nem vagyok benne. Mindegy. Lesz hozzá tápunk, ugye, ezt a tápot, amivel működik, azt szépen ide rakjuk. Úgyhogy, mint egy ilyen komplett csomag, ilyen utazási csomag, így össze van pakolva, minden géphez a saját kábele, meg a saját egér, saját billentyű, saját minden. Ami általában nem ugyanaz az a monitor, abból is alig van már. Érdekes mi. És kipucoltam a golyót, amit meg nem kellett volna, mert ezt szoktam kiadni házi feladatba, hogy pucoljátok ki a golyót, pucoljátok le a golyó melletti érzékelő kis görgőket, mert nagyon jó kis feladat annak, aki ingyen kap egy gépet, nem? Hogy van vele valami kis dolga. Úgy ennyi. Na már fél óra? Az igen. Na, úgyhogy de jó. Már is van kettő gépem, amit ki lehet osztani. Na, ezeket ittem meg. Igazítom kicsit, aztán ennyi volt mára. Köszönjük, hogy velem tartottatok. Ahelyett inkább az RTL klubot néztétek volna, de inkább ne. Szóval nincsen billentyűm, nincsen egerem. Nincs egy nagy csomó mindenem. Monitorból van 1, 2, 3. Inkább 2, mert ez nem az igazi. De vannak bajok bőven. Na, úgyhogy köszönjük a ja. Klímát, ki kell kapcsolni a klímát. Itt a klíma. Kész, ki van kapcsolva. Na, úgyhogy jó éjszakát.